Én csak a megtérésről szeretnék beszélni, hogy én 34 éves koromig nagyon ittam, 7 éves korom óta ittam, dohányoztam, én is úgy minden következő, mert elmondtam én, hogy lopott csalt, igenis én is. Volt olyan szituáció, amikor édesapának verték a vágót, és egyszer eladtuk három gazdának a vágót, fölvettük az árát, és szóval nagyon-nagyon rossz cselekedeteim voltak, és egy napon, amikor megszólított az úr a családomon keresztül, mert ugyanis a családom már akkor az urat szolgálták, és én akkor kint voltam a világban, és megszólított, és itt ebben a gyülekezetben megkértem, elmentem Kiskumajsára, és egy hajnal 4 órakor olvastam a Bibliát, és kiesett a kezemből a Biblia, mert megszólított az Isten fizikáliasan, rendesen megszólított. Nem tudom, kit hogy szólítom az Isten, de én fizikáliasan értettem a hangját, és reggelre egy új ember lett belőlem, minden megváltozott. Ugyanabban a világban éltem, de nem úgy láttam a világot. És azóta boldog az életem. Azóta csak őt szolgálom, őnek szántam az életemet. Átadtam neki az életem irányítását, hogy Uram, irányítsak te, mert én nem tudom irányítani. És abban a hajóban, amiben most vagyok, Uram, annak a kormányzója te legyél. Én így fohászkodtam az Istenhez, és boldogan mondhatom azt, hogy ő az én megváltom, gyógyítom és szabadítom, és mióta ő vele élek, boldog az életem, visszaadta nekem a családomat, visszaadta a szeretetemet, a békességet, ami fontos az életemben, a szeretet, meg a békesség. Ugyanis én emberekkel nem tudtam úgy elbeszélgetni rendesen, úgy, hogy szemtől szemben, hanem taszítottam az embereket magamtól, de most már dicsőség Istennek, hogy most már megváltoztatta a gondolatomat, megváltoztatta a szívemet, ki cserélte a szívemet, és azóta boldogan tudok minden, azelőtt kerültem a keresztény embereket most, meg olyan jó bennünk lenni a keresztény emberek társaságával lenni, mert tudom, hogy ahol egybejönnek az atyafig, az Isten, oda küld áldás. És nem tudom, megmutatta nekem ezt a helyet, és nem is akarnám, és nem tudom itt hagyni. Nem tudom itt hagyni, mert annyira szeretem a testvéreket, itt annyira érzem az Isten szeretetét ebben a gyülekezetben. Annyira érzem az Isten szent lelkének a munkáját, látom. Nem csak én rajtam, látom a többi testvéreim is. És ebből tudok meríteni, tudok épülni. És ezért jó nekem a közösség. Ha nem is úgy járok el, ahogy a Biblia megmondja nekem, de legalább egy-két dolog, ami megragadott engem, mert nagyon megragadott az a gyülekezet. Mert azt mondta a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, a 25. vers, hogy a saját gyülekezeteket ne hagyd el. És én nem hagyom el. Bárha nem is teszem úgy, ahogy mondja a Biblia, mert mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ne csak azt mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, mert nem az meg van mennyek országában, hanem az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És sokszor, sok üzemben ezt én nem mondhatom el magamról, mert sokat kiadjok, de a gyülekezetemet nem hagyom el. És bármikor találkozok a testvérekkel, mint kedvet is találkoztam az egyik nőtestvérrel is, bátran intettem, bátran elvette Isten a félelmemet. Bátorságot adott Isten. Azelőtt nem voltam bátor, most bátran tudok bizonságot tenni őről. Mert azt mondjuk, aki én rólam bizonságot tesz, arról én is a mennyei atyámának bizonságot teszem. És bátran teszek, bárhova megyek, bármikor megyünk a Karcsibácsról másik gyülekezetet látni, ebben a gyülekezettel látogatni, ott is bátran ki tudok állni bizonságot. Hogy mit végzett el az életemben. Egy nap elvette az alkoholt, egy nap elvette a nikotint, egy nap elvette a teljes bűnös életemet. És 34 éve én ebbe bűnbe éltem. És Isten megváltoztatott, dicsérem az Urat, magasztalom az Urat azért, hogy megváltoztatta az életemet. Elejében, mikor visszatértem Kiskomásáromra, oda elvitt az Isten engemet, egy zárny alá ott elrejtett, mert voltak üldözőjeim, akik üldöztek. És mikor visszatértem ide, valójában nem tudtam úgy elfogadni a családomat, úgy, ahogy egy apának imádom elfogadni. Mert még taszítottam magamtól a gyerekeimet. És Isten kimunkált ezt is benne, hogy közelebb kerüljenek a gyerekek is hozzá, és én is ő hozzá, és én is a gyerekeimhez. És azóta boldogan mondhatom azt, hogy hát minden szerdán összejönünk házi áhítatot tartani, és annyira érzem az Isten jelenlétét, hogy nem is tudom, ezt szavak kell mondani, csak átérezni tudom. Ezért dicsérem is marasztalom az Urat. Köszönöm, hogy meghallgattam.